Híres előadók zenészek jelmezeibe bújva örvendeztették meg egymást az otthon lakói és dolgozója a Bonyhádi Gondozási Központ farsangján. A szépkorúak minden esztendőben nagyon várják ezt a téli programot. Nagyon jól éreztem magam, reggeltől itt vagyunk, és nagyon jó volt, színvonalas volt, úgyhogy nagyon köszönjük a mindenkinek ezt a sok fáradozást, amit csináltak itt az ünnepét, meg minden. A Gondozási Központ intézmény vezetője azt mondja, igyekeznek minden alkalommal olyan programokat rendezni, ahol minden hozzájuk járó szépkorú jól érezheti magát. Minden évben februárban rendezzük meg a farsangi bálunkat, mindig kötődünk a február 7-éhez. Évek óta ezen a napon történik, mert az egyik kollégánknak ma van a születésnapja, és egyben őt is szeretettel köszöntjük ezen a napon. Az eseményeken gyakran részt vesz a település polgármestere is. Nagyon örülök annak, hogy idén ez ismét megvalósulhatott, és hogy újra meg tudták rendezni. Minden évben nagyon sok színes program gazdagítja az idősek otthonában is, és itt a klubban is a rendezvényeket, a programokat, ennek lehetünk most is részesei. A farsangi mulatságot közös szendvicsezéssel zárták a résztvevők.